Nagy tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit, szervezőit. Ebben a videóüzenetben a tatárok kivonulásának okairól beszélnék, a Batu-Gyuk ellentét tükrében. Mi ismerjük a két szereplőt, Batu-kán, Genghis Khan unokája, Jocsi fia volt, akit az apja ugye a nyugati területek meghódítására küldte, pont azért, mert származása nem volt teljesen bizonyos, ugye Börtét, Genghis Khan feleségét elrabolták a merkitek, és amikor visszatért, már várandós volt. Genghis Khan ugyan elfogadta, hogy ez az ő fia, de a többiek soha nem nézték jó szemmel azt, hogyha Jocsi, mint trónörökös szóba került a különböző kurultájokon. Tehát ez egy nagyon meghatározó pont a mi történetünkben is, nevezetesen az 1242-1241-42-es tatárjárás történetében. A másik szereplő Gyuk, Ögödej Khan, tehát Genghis Khan harmadik fiának a fia, trónörökös volt a magyar tatárjárás idején, illetve 1246 és 1248 között a mongol birodalom harmadik nagykánja volt. Mi is volt ez az ellentét? Erről gyorsan azért beszámolnék. Tehát amikor a nyugati hadjáratot az 1235-ös karakorumi kurultáj elhatározta, akkor jóformán minden dzsingiszita küldte a fiait erre a hadjáratra, ami nagyon sikeresnek bizonyult. 1236-ban a volgai bolgároknál voltak, szinte néhány éven belül a Kaukázus északi részét, a mai Oroszország és Ukrajna területét elfoglalták. A sikerek mellett azonban volt egy nagyon csúnya vita Batu és Gyuk között. Batu volt a hadsereg főparancsnoka, és egy este, egy mulatozás közben ő mondta az első tósztot. Erre Gyuk Khan, aki úgy gondolta, hogy ő magasabb rangú, mint Batu, hiszen ő a trónörökös, felháborodott, összeveszett Batukánnal, és ez olyan csúnya veszekedésbe torkollott, hogy Ögödej Khan jobbnak látta, hogyha Gyuköt, illetve egy másik dzsingiszidát is, Mönkét, ugye szintén egy mongol nagykánt, jövendő mongol nagykánt hazarendelt Karakorumba. Ennek ugye két következménye is lett, az, hogy Gyuk nem biztos, hogy informálta mindenről Batut, hiszen rivális ellenséget látott benne, másrészt viszont megkönnyítette akár a magyar ellenállás dolgát, vagy a magyar katonaság helyzetét, hiszen jóval kevesebb katona zúdult a magyar királyságra, mint amennyi ugye elindult Karakorumból. Tehát ez a fő ellentétnek az oka. Nézzük meg, hogy mit érdemes tudni a tatárjárásról. Ugye elsősorban a kivonulás okait jelöltem meg előadásomban, de van néhány olyan téma, amit érdemes tisztázni. A mongol források nagyon sokat segítenek néhány tisztázandó kérdés megválaszolásában. Az egyik ugye az, hogy miért is támadtak meg bennünket a mongolok vagy tatárok. Ez a mongol dzsaszag vagy törvénykönyv alapján azt hiszem, hogy eléggé tisztázott, tehát más szökött rabszolgáit befogadni halálos bűn, és mivel IV. Béla királyunk befogadta a kunokat, Batu Khan ezt rossz néven vette, és ugye az egyetlen egy levelében, ami megmaradt, Julianus jelentésében, ezt ugye kérdőre vonta Bélát.
Ez volt egyébként a hadüzenet fő oka, hiszen ők a kipcsakok legyőzésére indultak. Rashid ad-Din történetírónál ez is a hadjárat neve, hogy kipcsak hadjárat. Tehát ez egy nagyon fontos szempont volt. Ugye fontos volt az, hogy Batu több mint 30 levelet küldött Béla királynak, ezt azonban az orosz fejedelmek elfogták, nem engedték tovább. Ennek pedig az volt a célja, hogy a mongolok mindenképpen támadják meg a magyar királyságot, hiszen akkor a mongol haderő nagy része addig sem Oroszország területén tartózkodik, nem az orosz lakosságot fogja fosztogatni, bántalmazni. Maga az, hogy 30 levelet küldött Batukán, ez egy nagyon-nagyon komoly gesztus a mongolok részéről, hiszen általában maximum egy hadüzenetet vagy egy üzenetet küldtek, és már ment is a támadó hadjárat. Itt valószínűleg arról volt szó, hogy féltek a magyaroktól, erre ugye más forrásadat is utal, tehát úgy gondolták, hogy igenis, hogy ezt tehát fel kell készülniük a hadjáratra. Ez be is bizonyosodott későbbiek során. Ugye a Muhi csatát megnyerték, a háborút viszont elvesztették. Nagyon sok kiváló kutató, magyar történész, hadtörténész foglalkozott magával a Muhi csatával, magával a tatárjárással. Tehát legelőször, ugye Zichy Ladomir 1930-ban írt egy művet a tatárjárás Magyarországon címmel. Ő éppen azt próbálta bebizonyítani, hogy nem csak az jöhet számításba, hogy meghalt Ögödejkán 1241. decemberében, hanem a magyar katonák ellenállása az szintén hozzájárult ahhoz, hogy Batukán hadereje 1242, bocsánat, márciusában elhagyja a magyar királyság területét. Pintér Zsolt, veszprémi László szintén felhozta ezt, hogy a magyar katonák ellenállása, ugye Béla király megmenekülése szintén hozzájárult ahhoz, hogy a mongolok elhagyják a magyar királyság területét, és ők nagyon komoly történelmi tényekkel, adatokkal igazolták ezt az elméletüket, és végre már ezek a komoly, hogy mondjam, szaktekintélyek, komoly munkái, komoly érvei kezdenek felülkerekedni a korábbi viszonylag komolytalan elméleteken. Ilyen volt például Denis Sinornak az elmélete, vagy Greg S. Rogersnek a felvetése, ugye, akik megfogalmazták azt, hogy valószínűleg azért vonultak vissza a mongolok, mert hogy egyrészt felderítő hadjáratot szerettek volna, hogy egyelőre felmérjék a terepet, és majd utána egy második hadjárat során foglalják el az országot. Tehát erre egyébként nem volt precedens a mongol birodalom történetében, tehát amikor ők elindultak hódító hadjáratra, akkor igazából meg is akarták a területet hódítani. Szintén nem beszélhetünk arról, hogy katonai kimerülés miatt hagyták el a magyar királyság területét, hiszen ismert az, hogy ugyan a magyar királyságot elhagyták, de ezek után még Havasalföldön, a Balkánon, illetve a mai Törökország területén még folytak komoly harcok, és Szarájba, Batukán központjából csak 1244-ben tértek vissza. Tehát szintén nem mondható az, hogy ezt a feltevést el lehetne fogadni. Nagyon fontos akkor kitérnünk egy olyan forrásra, amit érdekes módon eddig
az tatárjárás emlékezetében, vagy Julianus barát és a napkelet felfedezésében, sem a tatárjárás című kiadványban nem került bemutatásra. Ugye ez a három mű, ugye az egyik, az első a tatárjárás emlékezete 1981-ben jelent meg Katona Tamás szerkesztésében, majd 1986-ban Györfi György szerkesztésében látott napvilágot Julianus barát és a napkelet felfedezése című mű, illetve 2003-ban Nagy Balázs szerkesztette a tatárjárás című Iben Vaskos összefoglalót. Itt nagyon sok keleti és nyugati forrást felsoroltak, bemutattak, de Rashid ad-Din Csámi At-Tavári művéből valahogy nem idéztek, ott pedig van egy fejezet, a Kipcsak hadjárat című rész, ahol éppen arról van szó, hogy mi is történt, mit csináltak a mongolok 1241-ben, 1242-ben a Magyar Királyság területén. Ebben szó esik arról, hogy 1242. márciusában, amikor már ugye Kadan elhagyja Dalmáciát, nem tudja ugye Bélát elfoglalni, vagy elfogni, ekkor még ekkor sem jutott el a nagykán halálának a híre a mongol haderőhöz, nevezetesen sem Kadánhoz, sem Batuhoz. Tehát az az elmélet, ami ugye Plano Carpini szerzetes leírásában szerepel, hogy a mongolok azért érnek vissza, mert hogy meghal Karakorumba Ögödejkán, és Batunak kötelessége elmenni a kurultájra, ez ennek ellent mond Rashid ad-Din műve. És itt kapcsolódjunk vissza a legelső felvetésemhez, Batu és Gülyük ellentétéhez, ugye, hogy miért is volt ez olyan fontos. Miért, hogyan lehetséges, hogy Batukán nem értesült egy ilyen jelentős eseményről? Valószínűleg azért, mert Gülyük, a későbbi nagykán, nem akarta értesíteni Batukánt. Egyrészt úgy gondolta, hogy még ha nem is lehetne nagykán, viszont egy riválisa lehetne, és esetleg a kurultájon nem mellé állna, hanem más jelölteket támogatna, amiben teljesen igaza volt, hiszen később, 1251-ben a következő kán választáson Batukán már nem Gülyük utódait támogatta, hanem egy másik ágat, ugye nem Ögödei utódait, nem Dzsingisz Kán harmadik fiának az utódait, hanem Dzsingisz Kán negyedik fiának az utódját, ez a bizonyos Mönke, akivel szintén összeveszett, tehát összevesztek, de őt támogatta Gülyük és utódjai ellenében. Tehát a félelme jogos volt Gülyüknek, hogy jobb, hogyha Batukánt nem értesíti az apja haláláról, hiszen ellentétet szíthatott volna a kurultájon. Ugye jól tudjuk azt is, hogy Batukán nem is ment el a kurultájra, hanem végig Szarájba, a hatalmi központjába maradt, majd később ugye hozzáküldtek követeket a Tolújnak, a Dzsingisz Kán negyedik fiának tehát a rokonok, tehát ők próbálták megszerezni Batunak a támogatását, hogy ők legyenek a nagykánok. Tehát ez teljesen érthető és világos ez a rész, amit Rashid ad-Din leír, hogy valószínűleg ugye nem értesült a csapat Ögödejkán haláláról. Akkor viszont, hogyha ez az ok, amit legtöbben külföldi és magyar történészek közül is megjelöltek, mint a mongolok kivonulásának fő okát, akkor ezzel továbbra nem számolhatunk, hiszen nem ez volt a fő ok. Itt jön vissza, ugye azok itt jönnek vissza azok a felvetések, elméletek, leírások, amiket már korábban említettem, amelyek magyar szerzők tollából származnak,
és azt bizonygatják, hogy bizony a magyar hadsereg ellenállt, nem hagyta magát, Béla királyt ugye nem tudták elfogni, ő nagyon sokáig Zágrából irányította az ellenállást, majd később ugye Dalmáciából küldött üzeneteket a katonáknak, hogy mit kell tenniük, hogyan kell ellenállni a mongol haderőnek. Ugye erről is vannak levelek, például ugye Batu, vagy Béla király a pápának írt levelében megemlítette, hogy ő a Duna vonalát erősíti meg, hogy a tatárok ne tudjanak átlépni a Duna vonalán. Úgyhogy ez egy nagyon fontos taktikai lépés volt, ugye nagyon sokáig a mongol haderő nem tudott átkelni a Dunán, majd csak 1242 telén, ugye január 19 és február 2 között tudtak átlépni, átmenni a Dunán, de a Dunántúlt nem tudták meghódítani, hogy az erőségek ellenálltak nekik. Szabad megjegyeznem azt, hogy amikor a Kaukázusban, illetve Irán északi részén jártam, és megfigyeltem, hogy ott a hatalmas, magas hegységeken lévő erődöt a mongolok szinte napok alatt vették be, akkor igenis csodálatra méltó a magyar katonaságnak a helytállása, hogy viszonylag kisebb dombokon lévő erősségek, és igenis ellen tudtak állni a mongol katonai erőnek, túlerőnek. Tehát ez azt jelenti, hogy a magyar katonaság igenis elkészült volt, és igenis ellen tudtak állni a mongoloknak. Tehát ez egy nagyon nagy szó volt akkoriban, hiszen a világ legnagyobb, legerősebb hadseregével álltunk szemben. És szintén visszatérve itt a Duna vonalánra, gondoljunk csak bele, hogy április 11-én van a Muhi csata, és jóformán 1242. január végéig a mongol haderő nem tud átkelni. Tehát ennek is van oka, már nem más, mint a magyar katonai ellenállás. Ezért Batu kán, aki egy nagyon reális, egy nagyon jó politikus lehetett, ő eldöntötte azt, hogy álló háborút nem akar, több éves háborút nem akar a magyar királysággal, inkább kivonult, kivonta a csapatait, és ugye könnyebb célpontok felé ment. Így ugye Havas-Halföld, Kunország, a későbbi Moldávia, Moldva viszont a tatárok kezébe került, illetve a keleti területek szintén. Úgyhogy a magyar királyság megúszta a tatárjárást nagy veszteségekkel, de túlélte, és továbbiakban pedig Béla királyunk diplomáciai húzásai, diplomáciai lépései vezettek oda, hogy a mongolok aztán többet az ő életében már nem jöttek be, nem törtek be a magyar királyság területére. Ugye Berke kán fenyegetőzött még az 1250-es évek végén, hogy megtámadja Magyarországot, hogyha Béla nem csatlakozik hozzá, de a végén ebből szinte semmi nem lett. Majd később, ugye 1285-ben egy második tatárjárás következett be, ott viszont a magyar hadsereg már jól felkészült, és szinte azt mondhatnánk, hogy viszonylag gyorsan kikergette a tatárhadat a magyar királyság területéről, illetve ugye 1345-ben Lackfi Endre a székelyekkel pedig világra szóló győzelmet aratott az aranyhorda felett. Ezt az eseményt szinte alig idézik manapság, ehhez kapcsolódott ugye Szent László utolsó győzelmének mondája, amikor ugyanis állítólag a halott Szent László feltámadt, és a székelyek segítségére sietett. Ez az első olyan időpont, amikor az aranyhorda nagy veszteséget szenvedett, és a magyar királysággal megpróbált inkább jó, mint ellenséges viszonyt ápolni.
Tehát úgy gondolom, a tatár ez a konferencia, és arról szól, hogy egy picit máshogy értékeljük az akkori 800 éves eseményeket. Erre nagy szükség van, és nem elméleteket kell gyártani, hanem nagyon komoly szakemberek véleményét kikérni, illetve ezeket az eddig fel nem tárt történelmi forrásokat mindenképpen be kell vonni a kutatásba, és ezáltal új eredményeket érhetünk el, tisztázva ezzel a magyarok és a mongolok szerepét a 13. századi történelemben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!